Dobre Morgan, innen Rozsnyóról, a Kauflandnak a parkolójában vagyunk, az imént voltunk bevásárolni, és Dénesünk most megkóstolja az originál kofolát, mert ő még soha nem jött. Sose. Na, hát azért nem mentünk a Billába, mert az majd csak 8 órakor nyit, én vasárnap még nem voltam, csak szombaton, ugye az 7-kor, na mondjad cica, milyen? Semmi. De várjál én. Milyen íze van ennek? Na milyen íze van? Nem tudom beazonosítani. Na, vettünk azért. Szaris. Szaris. Akkor van, én vettem Visnovát. Dimonadat. Vismon. Illetve Dénesünk ma ellátta magát bőven energiaitallal. Crazy Wolf, őrült farkas, illetve van itt egy literes fajta. Ezt még nem láttunk, ilyen sport. Zadarmo. 40%. 40%-kal több powert ad, vagy mi? Igen. Ja, és a fő mutatvány az akciós termosz. Ez volt 5 euró, az 1500 forint, ha jó számolok. Adtunk egy kis csokit. Ja, hát nem jutott eszünkbe, hogy hazafelé gyegyénkében még grillezhetnénk is, de azért vettem grillkolbászt, biztonság kedvéért. Hát most fánkalakú zsömle az most itt nem volt. Úgyhogy hamarosan folytatjuk. Közben már meg is érkeztünk Telgádba, Garamfő. Az itt szám igaz? Gazaz Garamfő. Na, hát itt van egy parkolóhely, ugye tavaly itt parkoltunk, de mi most megyünk még egy települést előre. Dénesünkkel az előbb kibámészkodtunk magunkat a vasúti hídnál, a viaduknál, úgyhogy jelenleg 9 óra van, jól haladunk. A Telgád végén pedig gombát árulnak. Cigi and gomba. Itt meg balra van a venezuelai lakótelep. Nem egyszerű, kérem szépen. Van itt garázs, Octavia, minden. Minden kis Skodával jár. Na, tessék. Mondhatnánk, hogy ez egy Volkswagen. Csoportos Volkswagen. Tehenek is kanyar, vannak. Kanyar. Minden van. Kanyar. Dénesünk itt be van rosálva. Hát jönnek szembe ezzel hát, a hol? Hát hol mennének? A mi sávunkban? Hát, ja, én azt nem figyelem. Autópálya van itt. Ez a 66-os út, és bal oldalt most jelenleg nem lehet látni, de körülbelül egy olyan, de itt is itt van, a Garam patakocska folydogál. Há, időjárás. Süt a nap. Hey, ott, úgyhogy, a hegy. Ott a hegy. Ott a hegy, oda megyünk föl, a Királyhegyre. Úgyhogy úgy néz ki, most még ilyen fátyolfelhős, mutatom közben, de hamarosan fel fog ez szakadozni. Úgyhogy Tudicki, bicikli. Egy-kettőt láttunk már, de még nem az igazi. Majd még később. Maugli. Maugli most könnyít magán, mert már nagyon izgul. Meglátta a hegyet, azt már most már nagyon izgul. Jó van már, van még? Van-e még? Ezt a mindenit. Hát, többet fütyül, mint egy Bernát hegy, komolyan mondom. Még a múlt hetit is elhozta magával. Micsoda? Szétázott. Ne fütyültette a cipődet. Mind a kettő. Én azt néztem, hogy mondom, te elhoztad az egész hetit magaddal, vagy mi van? Na, akkor mutatom, Cserven a Skálában vagyunk, aztán most ez nem lesz fordított felvétel, hanem épp tolatok. Mert... Le az útról. Basszeg. Olyan mély itt a patka van, vagy 20 centi. És én azt néztem ki az interneten, hogy itt baloldal található Cservena Skálának a vasútállomása, ahol már látunk itt bicikliseket. Ott pumpálják a kereket. Hát... Lehet. Itt fogjuk hagyni a autót, már pedig azért, azért nem megyünk fel Szumiákba, mert onnan lesz a kiinduló pont. Azért nem megyünk fel, mert innen körülbelül 3 kilométer Szumiák, és addig megpróbálunk bemelegíteni, ugye, hogy ne hidegen ugorjunk neki a hegynek. Hol tegyük le itt lent? Itt jó lesz itt a pocsolyás résznél, nem? Itt hát, ha ez az egy fa még ott délután is árnyékod, de hát lényegtelen. Ha úgy számítsunk, akkor nem fog. Mindegy. Jó lesz ez itt. Nem fizetős parkoló. Jönnek, mennek az emberek, szem előtt leszünk. Na.
akkor gyorsan összeszedjük magunkat, és folytatjuk. Nagy nehezen összeszedtük magunkat, aztán megy itt a Liquitofit sportkrémmel a bemelegítés, meg hát a... Ez a külső, ez a belső. Ez a külső-belső szervizes pálinkával. Úgyhogy, majd mindjárt mutatom a többit is. Már itt tökölünk vagy 20 perce. Na, Isten, akkor... Nem jó? Bemelegített. Ez kemény. Ez jó, de ez most, ennek most jó íze van. Ezt megint Szilva. Kaptam, nem tudom. Szilva, ezt is kapta, de Szilva. Kicsit. Jó van. Picikét már. Elment egy banda, körülbelül voltak vagy 20-25-en. Egy vonatra való. Na még egyszer. Isten. Szia, tegezhetsz. Szia. Most már. Részegen vezetünk. Elég lesz. Cservena Scala. Jaj. Murán, hát itt van Cservena Scala. Itt van Telgárt, ugye itt jöttünk el, és itt a kanyarba vagyunk, itt a falu végén, itt elmegyünk erre, föl Szumják, és akkor innen megy a szem fel valahogy az út, ez most úgy nem mutatja. De lehet. Amúgy tényleg van itt még több út is. Dénes. Na, összepakoltunk. Mutatom a gépet, hogy kell egy rendes gépnek. Salis, Coca-Cola. Felszigetelő szalagoztam, mert egyszerűbb szállítani. Dénes nem vállalkozott, ő neki fitfoot, valami a Crazy Wolf van felrakva, meg egyebek. Már kezd egyre jobban sütni a nap, legalábbis a fágyófelhő keresztül is eléggé éget. Na, akkor 3 kilométer lesz, és akkor tolmácsoljuk, hogy hogy haladunk. Minden rendben? Mi? Jó van, akkor menjünk. Ha már van szélzajcsökkentésünk, akkor menet közben mondjuk azt, hogy startolunk! Jönnek szemben. Az autópályát kipróbáljuk. Hát balra, hogy elnézem, rendesen lerendezte a vihar a fákat domboldalba. De ahogy jöttünk útközben, rengeteg helyen lehetett így látni. Hát ez prima út. Húrú lesz is. De nem ilyen lesz föl a Királyhegyig. Kis bokorugrós itt. Alig jöttünk el pár száz métert, aztán gyorsan egy kis bemelegítő kaptató. És a távolban meg is pillantottuk a TV-tornyot, vagy az adótornyot fent a Királyhegy tetején. Úgyhogy oda szándékozunk ma eljutni. Ez meg itt előttünk már Szumják. Bemelegítésről annyit, hogy mindjárt mutatom. Beértünk a faluba, és csak ez van. Már dől rólunk a víz, pedig még egy kilométert, ha mentünk. Úgyhogy lehet, hogy a melegítést azért lehet, hogy ajánlatosabb még távolabbi pontra helyezni. Hát, mindegy. Szép kis peco. Apukám, és még hol van a teteje? Hát ott. Nem egyszerű. Szakad rólam a víz. Hát ja, nem sok élet van. Jelenleg 7 km/h kacskaringózok, kacsázok fölfelé. Jöhettünk volna inkább kocsival. Felértünk a falu központba. A kollégának mondom, hogy milyen jó biciklije van, hagyváltós. Ez jó. Úgyhogy a nyelvünk ki van teljesen. Van itt is, van itt most is venezuelai bőven úgy látom. Na, itt már van egy kis felújítás a faluba. Népviselet. Lehet, hogy itt is lesz valami ünnepség. Mit? Lakodalom?
Nem, a tempomra lesz, hát pünkösd van. Azt mondom, úri gyerek. Igen, innen kéne indítani a trekket. Hol, indítsod. Oda, 12 km, de hogy mi 12, akkor nem 16? Olyan venezuelai díszkíséretet kaptunk, igaz, Dénes? Hát, de le se akart szállni rólunk. Mindent megnézett a biciklinken. Az biztos. A kamerát is majdnem kinézte a kezemből. Há, nem, rendesek voltak. Na, mi ez itt? Ja, nem lehet, hogy itt valami forrás. Vannak itt tök faszok is tornácos házok, bár némelyik nagyon elhagyatott állapotban van. Volt olyan is az előbb, amit a venezuelaiak szedtek szét, mert már összedőlt. Na, akkor lóduljunk neki. A meredekség az annyi, hogy mint eddig. Na, itt is van egy. Jó nagy porta hozzá. Prima. Púrha bal van kifújva közötte. Azt nézem. Ja. Mit látsz jobbra? De a zöld céljelzés, azon kell följönni. Ó, el se teszem. Ez milyen emelkedő? Na jó. Hát szerintem mire fölérünk, lefogyunk, hogy 2-3 kilót, az tuti. De még ezt a házat megmutatom. Ilyen fasz a modern építészet, vagy mostani korba építették. De kinézete az olyan, mint a régmúltban. A C-n. Ja, ott van egy C. Az oszlopon is a C. A kék az meg elmegy jobbra. Na, Carlo, hol a? Akkor lehet, hogy már itt is elmegy a kék az útról. Na mindegy. Ó, kaput építenek. Ha itt minden, kérem szépen. Csomogópatak. Dobregyény. Hogy tudok már szlovákul, érted? Patakocska. Hát most van mit mutatni. Jó van. Értünk a faluból, aztán gyorsan bemondom, hogy jelenleg 10 óra van, úgyhogy nagyságrendileg szerintem 9:30 környékén indultunk el az autóból, de majd a videóba kiírom, mert a kamera az, ugye dátum az mindent. Aztán Dénesünk már közölte velem, hogy vége a jó útnak. Hát vége. Ide motorral se lehet feljönni? Na tessék. Semmi, ami benzint fogyott. A Kóvaszágútival se lehet. Jó. Aha. Elképzelhető, hogy van ott valami. Oda kiértünk a falu fölé, ott van a hátam mögött szumiák. Mire itt a táj alattunk, ahol jöttünk a völgybe balról. Hát a út minősége az továbbra se változott. Na milyen? Eddig jó. Jó. Tibor atya, látod? Miből maradtál ki? Jöhetni a postás biciklivel, hoznád nekünk legalább a csomagtartón a sert, hogy hagy igyunk, amit kéne szigetelőszalaggal csipelgetnem-e. Nem baj. Teheneket láttad? Mit? Teheneket. Ha, egyet láttam csak. Volt egy fia is. Na, annyi, hogy én 7 km per órás sebességgel tekerek fölfelé, te 8-szal szerintem. Mi? 10 ezer is. 8-10-el? 10-el? Jó. Én 8-szal, nekem az úgy kellemes. Éget a nap azért, baszki. Így is. Mondom, így fátyol felhősen csalóka. És még talán azt mondom majd, hogy nem jobban éget, baszd meg. Hát... Na mindegy, majd valahol meg kell állni, azt be kell kenni a fülünket. Bekentem. Bekented?
Én még nem. Prima ez, gyerekek, prima ez. Majd elmondjuk a véleményünket, ha felértünk a tetejére, igaz? Ha elbírjuk. Beírjuk, hát. Lassan. Nem verseny ez. Megálltunk egy pillanatra pihenni. Vicces kilométer adat. 3,28 a falutól, vagy falu elejétől mértem. Hát az útminőség az továbbra is ugyanaz. A nap meg egyre jobban a felhőbe burkolódzik szerencsére egyelőre. Hát addig, míg felérünk, addig jobb lenne, mint hogy szarra égen a fejünk. Na, hát ez van. Víz az megfolyik rólunk rendesen. Úgyhogy. Ja, te is zselészbe mindig ilyen túra előtt a hajadat, mert legalább akkor a zselé folyik bele a szemedbe. 4.15-nél járunk. Víz folyik. Folyik hát rendesen. Ott lenne a patak. Ott a patak is. Itt csak szemben van a telgádi sípálya, mert most innen nem látni. Ott meg a törpefenyős hegy. Azt aki látta már a gyalogtúrás Királyhegy videómat, azt tudja, hogy miről beszélek. Úgyhogy itt most balra megyünk majd, és akkor... Valahogy. Hát így jobbra-balra. Szerintem még szerpentines szisztémába fogunk fölmenni. Itt egy kerékpáros szakember már. Mindjárt utolérjük. Mindjárt utolérjük, úgyhogy... Majd egy kilométer múlva, vagy ha van valami látnivaló, akkor bejelentkezünk ismételten. 4,5 kilométernél megálltunk egy kicsit bekapózni. Tudod, na, így. Így tartom a jó reggelt kekszet. Eszünk valamit. Már a kollégát már az előbb utolértük. Én már utolértem. Na most egy... Hány éves fut az a kisrác? Meg 10 vagy. Még annyi se. Fej, azért is sok kamera fönt, ezt ők már lefelé jöttek. Nem, ezt beszéltük, hogy hánykor jöttek már. Hát fosza, meredek lefelé. Meg fölfelé is, ugye? Dénes! Milyen? Meg kell azért a szarisé dolgozni rendesen, vagy mint a... Hát, hogy most ha a Királyhegy tetején akarunk szarist inni, azért meg kell dolgozni, az nem terem meg ott. Jó, Dénesnek is ott van. Hú, a hátad már, segged már tiszta. Jó, van izzadva. Jó. Szusszanunk vagy egy-két percet. Aztán húzunk fölfelé. Kilométer. 4.77. Időben pedig úgy állunk, hogy 10:30. Akkor egy fél órá jövünk a körülbelül. Na? Nekem 42 perc. Na, akkor úgy van. Halukóval. Mit? Sőt, hogy nem, ez a vasútállomástól. Olyan 42 perc, azért mondom, akkor egy... Meg a faluban néztem. Most mutatom ott a háttérben a telgárdi sípálya. Aztán mi egy szerpentines kacskaringóhoz értünk. Hogy mondod? Nézzünk ki a szikláról. Na. Belefér egy kinézés. C, zöld C, illetve a kék turista útjelzés. És azt hiszem, itt ez megy le. Ott van. Na mindjárt kinézzünk ide a szikláról. Hát komoly. Komoly. Na mit fogunk innen látni? Nem ilyen elfúj a szél. Nézzük. Most elmondanám, nem tudom, hogy a kamerába mit fog visszaadni. Most nagyon enyhén, de fúj a szél. Mert csak azért szólok, hogy van-e szélzal egyáltalán. Oda megyünk! Hova? Ja? Oda! Uh-huh. Oda. Hát, közelebb van egy csöppet. És ott jöttünk. Az meg szumiák? Ott az út, ahol mi jöttünk. Ja, tényleg a falu. Ott az a kacskaringós. Onnan jöttünk lentről. Na. Prima ez. Hajrá. Jó cipőd van. Nézd, már utóértek. Meg bír szállni. Utóértek. Hát? Ez a leftisek. Mi? Mindjárt vagyunk. Na jó, de hányszor megálltunk? Meg mi? Lefty. Mi majd a végén húzunk bele, érted? Cannondale leftivel jön? Azzal volt, hát azt szedett ki. Akkor pakoltak a szivarúból? Igen. Kocsival. Renault-val is fel lehet jönni, kérem szépen. De ez nemzeti parkos volt. Hová? Pop, 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 pop!
Hop, hop, jó? Hop, lefty! Azt elcserélném. Naj! Szőr, én szőr! Gyerünk! Na, mindjárt lemossuk őket, érted? Figyelj, én tolva is utolérem őket. Hát, hogy gyorsabban megyek. Hop, hop, jó. Eljöttünk 30 métert. 7,6-tal megyünk Dénes után. Nem tudom, mi állnak ki. Most jobb be az nekik. Négy tekerek. Dénes inkább lemaradna, hogy lemossa őket. Ú, bazd meg, van annyi légy. Idegesítő. Mit? Kamerával, félkézzel? Egy újabb fordulóponthoz értünk. A filmmel is. Ki van írva, hogy maximum 20 km/h sebességgel lehet menni. És a Kralová holat csak 7,5 km. Hát a... Nekem most mutat 6.37-et. Akkor... Mennyi ez? Mit? 8,9. Neked még? Neked 8,9, de lentről. Jó, de ott 12-t mutatott. Itt 7,5 van kiírva. Van itt ez a Zubra, az 5 km, meg Pusté Pole, az meg 10 km, az a zöld C. Hogy ez merre mehet? Ott befelé, vagy nem tudom. Jó, nem, hát azon jövünk föl. Na mindegy. Ez van. Integessé! Jó van. Meg a legyeket integetett te is, mi? Dénesünkben van bél, rendesen. Kicsövelte magát. Kifütyülted magad azt a kész lovág gyereket, úgy lemostad a... Hát alig, hát. Már még lehet, hogy utóérik őket. Gyere akkor. Mutasd magad. Hát kb. A te tempóddal jönnek szóval. De ott vannak. Nem, az a másik srác. Az a... Aha. Már három felelőztem meg. Nem, azok is ott mennek. Hú, bazd meg, micsoda légyraj. Azt a kurva. Itt. Mutatom, itt fölfelé megálltunk egy pillanatra ismételten szuszogni. Most már el tudjátok képzelni, hogy kobrankóik mit szopnak az Alpokba. Nézd meg ezt az emelkedőt. Ezt, ha lenne aszfaltozva, még úgyis emberes, de így meg az pláne. Mit lássunk, jó? Légypark. Az. Sárgát utálják. Azt, igen. Hát bazd meg, annyi légy van, a szar. Egyet nem. Mivel húzunk innen a napról. 6.81-nél állok. Tartunk megint egy kis pihenőt. Na, ott van megint, most már egyre közelebb van a torony. Aztán az érdekesség lesz a mai nap során, hogy balra. Na, ott fogunk mi elnyargalni. Arra. Legyek vannak még továbbra is, majd kipusztulnak, már nem tudom hány ezer méterig vannak. Mi? Fenyő? Nem, légy. Ja, legyek? Lejönöm, 1900 nem. Jönnek a magas hegyi megyek. Ja. Hát komoly nagyon. 7.56-nál tartunk, és az idő pedig 11 óra 4 perc. Jó, jövünk. Az öreg is keményen nyomja. Már teraszban van nagyon. Nem, mai bútor darab. Mennyi? 60 körül? Uh-huh. 60 körül van. 56. Jó, kemény az. Hát 50 meg 60 között, ja, inkább. Na. Iszok egyet. Nem vagyunk most viccesek. Dehogy nem. Te vicces vagy? Vicces. Mondjam valami vicceset. Elég ja, 7,5. Ajna. Ott van már szembe a torony. Hát több, mint a fele. Már aszfaltozott út lesz. Ja, igen, azt tudom. Gyalog már voltam fönt. Aszfaltozott, de repedezett itt a szar, nem? Ja, hú, olyan kátyúk vannak hallod, térdig érő. Na, közelebb jöttünk, aztán itt jobban be lehet látni. Azt szerintem az fátra lenne, vagy mi? Az fó. Vagy én nem tudom. Nem vagyok én szobafestő, hogy tudjam, hogy az mi az ott. Érted? Na, arra fogunk ott elmenni. Az tök állat lesz, nem? Nagyon állat. Ott végig, végig, és akkor majd valahol lejövünk. Van tarolás bőven. Fasza, szélcsönd van, meg egy rohadt nagy szerencsénk van, hogy per pillanat nem süt annyira a nap. Vagyis, hogy felhős az ég, úgyhogy nem süti szét a fejünket, míg fölérünk. Eső nem lesz? De úgy lesz. 4.12-kor 8,14 km megtétele után aszfaltszerű útra érkeztünk.
Most megint egy kis pihenőt tartunk. Pedné Szedló. 1451 méter magasan vagyunk. Mit szólsz? Ráztuk az öreg? Majd rázd megint minket. Hát most már úgy néz ki, hogy aszfaltos lesz. Igen? 1400. Bazd meg, még van 500. És most fog sütni a nap? Igen. Kész a zselét? Hát toljunk be valami zselét. Bonts ki nekem, légy szíves. És akkor ezzel kell trombitálni. Trombitálsz majd nekem? Mi? Trombitálsz majd nekem? High five! Ettől mennek a profik is a hegynek. Jó. Tudjunk. Mi az öreg? Basz. Mondd neki! Elasz. Ez szar. Adjunk neki is egyre, hát ha. Megyünk. Még szerencsé, hogy nincs itt fal, mert falnak mennék vele. Energy gel. Kiszoptad rendesen? Ez április, aha, kiszoptam rendesen. 9,7 kilométernél az aszfaltoson frissítési pont, azt mondja Dénesünk. Na! Köszönöm, olyan hideg vagyok. Majdnem fagyok. Igen? Baszki. Halad. Hát az kész. Hú, de kemény. Na, akkor itt most megfirdjek. Mit? Hú, mint a szurkos lenne a lámpa. Jó volt. Berner. Hú, fürdjek? Fürdjek egyet. Hú, de jó hideg. Azt mondom. Itt te is belőle? Aha. Kulacsot megköltöttem. Hú, baszki. Ez nagyon ideg. De finomabb víz, mint amit lent a dobzsinai forrásnál szedtünk, úgyhogy cserélek itt. Na, akkor megyünk tovább. Közben mutatom, felértünk ide a kisebbik hegy lábához. Hát ez itt bent ez a törpefenyős rész, aki látta már a Királyhegy gyalogosan videómat, azt tud, láthatta benne, hogy miről van szó. Itt a csúcsra, hogyha felmegy az ember, a túloldalára lehet lemenni Telgárdba. Aztán majd mindjárt folytatom, kicsit föntebb élek. Kemény ez az aszfalt nagyon. Néhol jó kátyús, hát ön ilyen fos. Fotomaestro. Szóval itt kell ezzel a ösvényen átmenni, oda föl, illetve mi itt megyünk túl. Itt a hegyet majd megkerüli, és akkor úgy hátulról, másik oldaláról megy föl majd az aszfaltos útot a feltoronyhoz. Hát már nincsen messze. A gyalogos út az meg itt megy. Nem tudom mennyire látni. Ki is van oszlopozva. Hát jó meredek. Fölfelé, lefelé szarott menni. Dénes, milyen eddig? Nagyon jó. Jó, akkor. Magas Tátra kilátás ugrott, úgy látom. Hát, majd meglátjuk. Így lehet látni, mint ezt, de... De figyelj, arra most nézve tiszta. Látod? Az északi rész tiszta. Azt az imént elfelejtettem mondani, hogy 10,4 kilométert mutat most a kilométer óra számláló. Na, hát ezen lehet gyalog fölmenni. Vagy bringával akár lefelé. Kemény nagyon. Illetve itt, hogyha lenézünk, itt jön fel az egyik turista útvonal, én itt jöttem fel Telgárdból. Nekünk meg még oda kell kitekernünk, aztán ott a domboldal másik, domnak a másik oldalán kell vissza följönni oda.
Fú, kemény. Hát a rohadt legyek, most is van annyi, mint a szemét. Rohadjanak meg. Mi van az úton? Ja, sikló? Nem, ez vipera, nem? Nem tudom, miért. Ez a távadnak, no? Igen? Igen, majdnem megtalálom. Ez az. Ez szerintem vipera. Igen. Nem kapkodj el a dolgot. Nem, ilyen két turnusban húzzam. Na. Elejét, aztán a hátulját. Hogy legyen még érdekesség. Dénesünk csak annyit mondott. Ha menjünk már be. Hó. Hó. Júniusban hó. Ha hó. Hát ezt meg kell nézni, ha hót. Ah. Itt vagyunk a ha hóba. Ah. Tessék! Milyen fasza! Csak a legyek ne lennének. Jó, jó! Lavina, figyelj! Állt! Megállt! Ezzel megmosakszol, szép leszel? Az biztos. Oh. Hámlok, hűtés. Jaj! Ez mennyi egy olyan 20-30 centi? Majd több is, 40 is van itt szerintem. Ú, de jó. Egy kanyar után megláttuk a magas Tátrát. Hát, ilyen. Majd föntről csinálunk még felvételt. Ez meg itt jobbra a szlovák paradicsom. Itt jobbra. Kicsit föntebb jöttünk, az imént volt kiírva ide az aszfaltra, hogy 2 kilométer. Hát, itt egyenesen, ott jobbra, onnan meg még itt ki balra teljesen. Úgyhogy van benne még egy kis cikcak, mire felérünk. Ne, a ratratot meg itt hagyták az út közepén. Kifogyott belőle a gázolaj. Csak úgy hanyagul le van ide dobva. Ennyi. Hú. Hát szerintem még egy negyed óra, mire felérünk. Nagy nehezen felértünk már ez a rusnya épülethez. Hát Dénesem az rám vert, vagy 3-4 percet, de hát nem versenyez. Szélzaj sincsen. Úgyhogy mindjárt felérünk. Nem tudom, körbe mutatom ezt a rusnyaságot, de enni azt fogunk, az biztos. Különösebben nem ettünk semmit. Egy-két kekszet nyomtunk be, még felértünk idáig. Hello! Na, azok már végeztek. Ezek jöttek fölfelé velünk lent, egy fél úton. Hát nagy szerencsénk volt különben, hogy mégse sütött a nap, mert leégetett volna a picsába innen az aszfaltról. Szerintem kaptunk volna olyan napszúrást, hogy arról kódolunk. Ezek az utolsó méterek a legnehezebbek. Úgy jó a túra videó, hogyha van mutatva a fütyülőhely is, titkos fütyülőhely, szóval itt ez a csatorna, oda kell menni fütyülni. És akkor onnan jöttünk föl, itt bekanyarodsz, aztán nagyon jó, bármit lehet ott csinálni. Úgyhogy... Dénesünk, kiürítetted a üzét, a őrült farkast? Nem semmi. De ez nem az öreg. De milyen jó feje van, nem? Várj, ez nem az öreg, ez valami versenyző. Jött valaki más rajtszáma is. De még nem volt annyira gyors, mikor bekanyarodott. Most szedte össze magát nagyon. Most szívta fel magát. A másik, azt akartam neked mondani, hogy baromi nagy szerencsénk van egy a nappal. A kettő, meg ez olyan szeles rész, hogy valami eszméletlen, és megint szélcsend. Na. Gyerekek, ilyenkor kell jönni, érted? Meg kell kérdezni engem, hogy kell jönni. Mit mutatsz? Azt, hogy a
2 óra 37 perc alatt jöttünk 11,91-et a faluból. Igen. Átlag sebességem nekem 4,5. Na, nekem meg 4, na, igen. Megettem 1667 kiló kalóriát. Egy zsák krumpit. És a magasságot nem mutat? Az nem, az nem. Mindegy, majd... Itt nem, majd gépen, azt hiszem. De kockája volt annak is. Aha. Akkor majd megyünk be, mindjárt ott szétnézünk, meg leülünk edni, igaz? Mi van? Mindegy, majd otthon van megnézzük, valami. Majd kiírjuk, van mindegy. Mindegy. Na, menjünk! Mi? 1300, mi van? Itt vagyok az épület, mert nem tudom mi van itt ilyen, valami szállás, vagy a franc tudja, hogy mi lehet az itt. Dover. Mit? Nem tudom mi ez. 1946 méter. Na, mindegy. Dover.com. Na, menjünk föl. A lépcső egy kicsit megnyikkant. Itt vagyunk. Králová Ola, 1948 méter. Dénes, te is itt vagy. Úgyhogy, sziasztok! Fú, jó felpakoltatok. Jó, akkor. Meddig mentek? Ja? Pest vagy hova? Egerbe? Mi is. Na, csak még ma otthon leszünk. Mi is. Ti is? Gyalog? Nem, kocsival. Nem, kocsival. Ja. Na, hogy ilyenkora nagy hátizsákot cipeltek. Vagy fölfele hajtjátok a biciklit. De most több napra jöttetek, vagy mi? Persze. Ja, jó van. Tegnap, jó van. Akkor most összepakolunk, és abba az irányba fogunk elmenni, ugye? A továbbiakban, ott keresünk fent a köves részen egy kiülő részt, aztán megebédelünk. És megisszuk a sörünket. Ide értünk a ebédelési ponthoz. Hát körbe jön a kilátás. Onnan jövünk. Hát arról ott lentről valahonnan. Még ott is lehet látni a faluba, ahogy kijöttünk. Mindegy. Erre nem jöttetünk le ott. Nem baj. Tök mindegy. Szélcsendes időnk van, hála jó Istennek. És látszott, hogy van két nyomsávos út. Ezt mondtam. Hogy itt el tudunk menni itt a hegytetőn. Majd meglátjuk. GPS van nálunk, úgyhogy még egy óra van. Van időnk. Mindjárt kipakolunk. De mostani ebéd nem lesz valami vastag. Ebbe a kaufalléba. Ilyen sonkiskú croissant, ami már azóta jó meglaposodott. Még mindjárt kóstolom, hogy milyen. Yeah. Jó. Nem válogatunk, igaz? Nem. Naptáj. Ebben a magasságban nem válogatunk. Naptájat kérsz? Most nem. Na, mindjárt bontjunk sért. Akkor. Na, fogd meg, Dénes. Mi? Most nyissuk? Hát nyissuk, ne idegesítsél már. A szellőd? Így-e. Én fogjam meg a tiédet? Azaz. Hát inni kéne. Akkor nem, én még nem nyitom ki. Miért nem nyitott? Mert banántaszok. Nem baj az. Per pillanat. Arra jó, banára jó. Hé, hey, lopják a bokit. A produkció. Lehet evezni? Na, ezt a szarizmus nagyon megérdemeljük. Mi most piszkosul megdolgoztunk. De nem is melegedett föl.
Hála jó Istennek. Nem fáradtam el. Hm? Te fit voltál és fiatalos. Nekem sincsen semmi, csak többször kellett megállnom. Mert itt a végén már 300 méterenként. Egyben én sem jöttem volna ki. Hm. Gyakorolni kell ezt, rá kell gyúrni. Nem egyszerű. De... Egyszer ezt meg kell csinálnia az embernek. Paugli is felnyitottan, még csak az oknia nem lett sörös. Bőven méri a habot. Na azaz. Nem lenne habbi, akkor azért reklamálná. Ó, de finom. Kicsit meleg, de jöjjön. Meleg? Hát nem hideg. Az enyém hideg volt. Én a vázon hűtöttem. Be kellett tenni az ilyen. Jó. Jó. Közben végeztünk a sörözéssel, csokizással, banán, mindent elfogyasztottunk, fotózkodtunk. Úgyhogy a továbbiakban itt felkaptatunk erre a kis dombra, és ahogy mondtam, itt szembe fogunk elmenni a hegygerincén, aztán majd meglátjuk, hogy fogunk kiukadni, meg hogy hova. Még van időnk, bemondom, hogy mi van. 13 óra 21 van, sajnos a kilométer órát azt a előbb azt lenulláztam véletlenül. Na, neked megvan úgyis, mennyire tartunk. Lentről 16-8. 16-8. A kocsitól? Aha. Jó, akkor. Úgy látom, nem csak mi jövünk erre a biciklivel, itt is van egy, meg ott is van egy srác, úgyhogy ezen megyünk le. Aki szeretne erre jönni, az a piros turista útjelzés. De hát nem lehet eltéveszteni, mert végre a nyomokat lehet látni végig a hegytetőn. Úgyhogy itt karcolunk végig. Sisakba. Sisakba? Szigorúan. Jó van, akkor sisakoljunk. Vagyunk sisakolódva. Nekem törlés kell. Törlés. Jó. Azt mondta Dénes, hogy itt nem akarok lemenni. Hát miért nem mennénk itt le? Mert mi van? Mi van itt, bazdnek? Fejnagyságú követ. Leértünk. Gyere, Dini! Nyom a szaki. Nézd, engem szépen egymásra hányták a köveket. Ki vannak faragva előtte, szögletesre, aztán pedig egymásra szórták. Jó kis nyomvájús. Jó, most már felszálltak a biciklire. Na, mi van? Szó, ami szó, eléggé köves itt a talaj, meg nyomvájt, úgyhogy oda kell figyelni. Na most kíváncsi leszek, hogy milyen a szélzajunk, mert most fúj a szél érezhetően. Onnan jöttünk, mutatom. Az van, hogy kifogtunk egy parkört, és hát most közölték velünk, hogy biciklivel nem lehet itt végigmenni ezen a hegygerincen, úgyhogy sajnos vissza kell másznunk oda, honnan jöttünk, és egy másik úton valahogy lejönni. Hát most az igazság, hogy pechünk volt. Maradhattunk volna most fent, azt beszéljük Dénessel egy negyed órával tovább, mire ez a manus fölér a kutyával. Viszont, ahogy mondta itt a szlovák magyar, akivel jöttünk fel egész nap, hogy állítólag továbbiakban is vannak ilyen parkőrök, úgyhogy most valamilyen razzia van, vagy mit tudom én, hát igaz, nemzeti parkban vagyunk, és itt nem lehet kerékpározni, csak a kijelölt kerékpárutakon. Úgyhogy azért nem is fogjuk megreckírozni a továbbiakban, hogy visszamegyünk, mert sokkal nagyobb szopó lenne, hogy majd tudom én 8-10 kilométerről zavarnának vissza, ha nem érnénk el valami elágazóhoz, ahol le tudnánk menni a 66-os útra. Na mindegy,
Hát ez most így alakult. Aztán visszafelérünk, megnézzük a térképet, aztán újra tervezés, ahogy a GPS-en szokták mondani. Visszaértünk. Maugli kifityülte magát ismételten. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy most megpróbálkozunk a kék színű turista jelzéssel. Hát, ha ott nem fognak megállítani bennünket. Hát szerintem itt megyünk majd le, itt ezen a gerincen, látod? Itt jobbra. Nyereg le, ne? Nyomjuk, hát pakker. Megyünk vissza oda le, szembe, ott van Szumják, és azon túl van a autó. Aztán nem megyünk még haza. Van még ötletünk. Na, mehetünk akkor, Dénes? Ha? Mire várjuk? Hova dugod már? Mit akarsz dugdosni? Húzzad kifelé, elő legyen a testsúlyod, érted? Csak idáig megy. Jó van. Gyerekek, a kamerát felraktuk vágatósba, úgyhogy lefelé innen vágatós videó készül. Kormányra szerelve. Vágod? Na, akkor gyerünk Tony Curtis-szel lefelé. Vágassuk. Tényleg totál be volt fosva. Jaj! Ezt jól van, sikerül érted. Mi van? Mit mondasz? Fékkart engedd el! Basznak az! Mire leérünk, most a válunk fog úgy bedurranni, mint a szar. Remélem, a kékkel jövünk. Elkezdett fújni a szél, nem tudom. Toltuk egy kicsit tovább, aztán mutatom, hogy mit lehet látni. Tessék. Na még lehet, hogy toljuk egy darabig. Odáig letoljuk, aha. Vagy nem tudom. Onnan már lehet majd gurulni. De lehet, hogy gyorsabban megjártuk volna, hogy az aszfalttal jövünk, és akkor majd a később. Ez az. Jó, most Dénes lefotóz. Toltuk még egy picit lefelé, mert nagyon csúcsos köves volt, aztán most megpróbálkozunk megint egy kis gyújtással, csak óvatosan. Jó, megint le kell szállni. Kockáztatunk már, haza kell még menni. Vágódunk tovább! A válunk is ki fog készülni, nem csak a lábunk.
pihenő. Már közelebb van ez a kis tisztás, ez az írtás. Itt szerintem egy olyan 50 méteren belül megint fel tudunk majd szállni a keróra. Addig így cipelgetjük, hogy húzzuk, vonjuk lefelé. Azért ledolgozza a vállat rendesen. Azt hiszem, le leszünk ápolva, mire a kocsihoz leérünk. Most meg, nem volt bekapcsolva? Nem áll, vissza kell menni. Na mindegy. Aztán most megnézzük, úgy döntöttünk rénse, hogy mi van itt a gát mögött. Ahonnan jön a víz. Állapítottuk, hogy számnak nem nagy szám, de ez a föntre azért beszaladunk egyet mosakodni. Hát így nem valami szép ez a víz. Éneske megkérdezte, hogy piros a lábam, az leégett? Hát mondom, nézd meg a tiédet. Hogy az... Nem piros. Hát majd nézd meg. Fú, de nagy mákunk vallad. Most úgy égett a nap, 3 órakor, hogy valami eszméletlen. Nagyon nagy mákunk volt, hát leégtünk volna a szar. Jűű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 
Jó van. Mosod neki. Hideg? Aha. Mint a fenti. Akkor megfirdünk. IPA! Délután 3 órakor. Töliszköltözés. Csapata megérkezett. Szumiákba. Minike, balra menjél. Szóval 5 óra alatt tettük meg, oda-vissza. Visszahúzom a nyelvét. Mit csinálsz? Visszahúzod? Jó. Ott van fent a... Király. Királyhegy. Ú, az a Jánis jól megégett ott a buszmegállóba. Pán, ha már fél órája várja azért. Hol? Piros? Az. Pólója csak. Nem, a lába is. Na mindegy. Gyerünk. Reggel erről a házról beszéltem, hogy a venezuelaiak eszedegetik szanaszét. Hát kicsit bedőlt. Aztán reggel is egy talicskával hordta innen a manusa fát. Na, következő bejelentkezés az autótól. 2 perc alatt körülbelül megérkeztünk ide a vasútállomáshoz. Úgyhogy most elkezdünk pakolászni. Beálltam már a kocsival ide az árnyékba. Hú, naptejjel majd bekenem valamit. Mi van még? Minden vörös valami? Vörös. Fülem is? Jó, bármilyen. Na mindegy, majd bepakolunk meg ének, aztán majd folytatjuk, jó? Közel egy fél óra alatt összerendeztük magunkat. Belomoltunk, átöltöztünk, kicsinosítottuk magunkat, kiszedtük a szemöldökünket. Csínosra, érted? Most kapcsoltunk át gázba. Ja. Hát a következő program az... Telgárti fotózás. Telgárti fotózás? Megint? Hát nézzük meg Telgárton. Hát mit akarsz fotózni? Mit? Alagutat megnézzük a Telgártnál. Aztán... elmegyünk káposztalevesezni. A Western étterembe. Rokkocsmán. Rakkosmán. Megnézzük, hogy van-e most káposztaleves. Hogy ez van? A gőzgombóc. Az is? Azt nem tudom, hogy hogy hívják szlovákul. Mindegy, magyarul kérem. Mit? Magyarul kérem. Hagyjad már, múltkor se tudtak azok beszélni. Angolul se tudtak. De töketlen. Semmi értek. Nem, fiatal picsák voltak, azt a X-faktort lesték a tév, a szlovák X-faktort. Na mindegy. Úgyhogy ez van. Kellemesen elfáradtunk, hát nem gondoltuk volna, hogy 30 kilométer. Majdnem 30, 28 kilométer összesen. Hát ez van, szerintem majd holnap. Holnap érezzük inkább hatását az egésznek. Nem jutottunk még el káposztalevesezni. Az a program, hogy itt vagyunk Telgárdba. És Dénes meg akarja nézni, hogy hol megy a vasút. Most felmászunk a vasútlisénre. Ugye van ez a hurok, amit ahogy felemelik. Vagy tesz egy kört, és akkor megy tovább. Úgyhogy most azt akarjuk megnézni, hogy hogy is néz ez ki. Ez a gút az van, a sín is megvan, meg a töltés is megvan. Na, oda még akkor felmászunk.
Vagy átmenjünk, nem? Átmenjünk fel valahol. Nagyon nem hiányzik, de... Hát ez van. Mindegy. Ez közelebb van. Nem? Vagy... Egyszer. Közben átjöttem az alagúton. Na, ott megy a töltés fönt. Meg a másikon meg valahol itt jön ki. Ja? Itt van egy alagút. Aha, ott az alagút, nem? Megnézzük. Akkor én is felmászok. Jó kis meredek. Na, itt vagyunk fönt a Telgárti töltésen. Nézzük. Telgárti alagút egyik vége, ezt felkutattuk, és amint látható fönt, 1933-ban építették. Jó, nagy betűkkel be van rakva. Ó, milyen hűvös van ide bent, majd mindjárt megnézzük. Hú, ennek van lejtése lefelé. Ha! Maugli már megint fütyül. Ide bent is fütyül valaki, úgy hallom. Na. Szóval a szinteltérést azt ezzel a körrel tudják megoldani. Itt lentről jön fel a vasút, tesz egy kört, és akkor úgy megy tovább arra a viadukt felé, amit reggel már mutattunk a videóban, vagy nem tudom, mutattam-e. De majd mindjárt megmutatom, úgyis arra megyünk. Na, klassz. A hurok is különben az előbb, ahogy Telgárthoz beérünk, ott jobbra föl kell nézni, ebből az irányból megyünk, jobbra föl kell nézni, ott van egy viadukt, meg itt van ez. Ez az első ilyen viadukt, amit vasút számára készült. Tessék. Hullanak itt a sisak, meg mindenféle szélszara. Vegyél föl sisakot, a fejedős kicsit. Van, akkor kéne vezetni. Sánkat. Mehetünk káposzta levesezni. Megálltunk közben káposzta levesezni. Nem tudjuk, hogy egyáltalán van-e. Össze volt, nyáron nem volt. Most az van, hogy ide bejöttünk, de hogy köszönni se akarnak mondani, minden, semmi sincsen. De itt már szokás, mert is tényleg volt, fel akar mondani. Igen. Ezt mondják, hogy mondom. Te mit látsz? Látsz ott valamit? Hogy menjünk a faszomba, meg valahol esünk máshol. Mit? Ez egy jó. De ott is van. Ott megálljunk. Ott van konyha. Persze. Akkor menjünk oda. Úgyhogy köszönni is akarnak most. Annyira. Hogy káposzta leves van-e, azt nem tudjuk. Nem tudjuk. Nem tudtuk meg. Ide most ne gyertek. Ide gyertek, mert ez Balkán. Akkor most megérkeztünk Stratenába, és a sáfránba van káposztaleves, meg magyarul beszélés is, úgyhogy eszünk is. A Dénes azt nem tudom, hogy mit eszik. Mit mond? Mit? Te nem eszel káposztaleves? Én nem kéne káposztaleves, szerintem az biztos. Jó, na majd mindjárt. Én azért azt eszek. Dénesünk nem eszik levest, káposztalevest eszek, meg eszünk hozzá a jutúrós galuska szült kolbászal 4.30. Meg egy pohár sört. Ha nem éljenek vissza, addig rendben. Káposztasárt. Jó, hát elfogadható árak. Olcsóbb, mint otthon. Ez simán. Legalább hozzá is szólnak. Hát már hozzák is. Közben meg is érkezett gyorsan a káposztaleves. Na mutassuk. A légy. Hú, az prima. Nagyon jó. Ez ronda. Hazafelé. Nem szereted a káposztát? Vagy azt se szereted? Ez egy híg. Nem mi? Tudom, székely káposztának. Ez tudod mi, a kórhelylevesnek felel meg Isten igazándiból. Hát jó étvágyat. Thank you. Mindjárt jön a strapacskánk. Pont jó meleg. Úgyhogy mindjárt kóstolás. Olyan vörös lesz a fejed. Nem baj. Ennél már hova? Ennél jobban hova már? Na jó étvágy. Megkaptam már a sörök is. Habzik. Jó, kemény a habja. Nagyon faszom. Prima. Ez jobb, mint a szar is. Hát,
Gyerekek, megjött a kóbászos trapacska, mutatom. Ő van, adag. Mi? Kenyeret. Kenyeret nem kérünk hozzá. Minek? De ez itt ilyen ízés, ilyen híg az a, itt a kinti változat. Tele van, YouTube. Igen? Nem ismerem ezt a fajtát. Milyen? A, ez jó. Kóbász majd meglátjuk. Megnézzük a kóbászt is, meg kóstoljuk. Forró? Akkor ne kapkodjál még. No. Mutatom a kóbászt. Na, eszegetünk tovább. Fú, gyerekek. Besikerült? Mit? Nem ér aludni. Hát becsúsztam teljesen fekvő pozícióba itt a széken. Ez majdnem kifogott rajtunk. Dénes még itt kenyeret akart hozzáállni. Mire? Apukám megdagadt benned, halad, egy kis puhos kis bíró leszel. Ingyen megyünk majd a Gyegyinki tóhoz. Ha olyan a lehetőség, akkor fürdünk egyet. De előtte fizetünk. Na, elindultunk. Itt is ki lehet menni különben a Gyegyinki tóhoz. Ez nagyon prima hely itt ez a felső rész. Aztán amit akarok mondani az, 10,80 € fizettünk. 1,25 € volt a kapusina. 20 € számoltak fel a két fél szelet kenyérért. Ugye a 4,30 volt darabja a kóbászos trapacskának, meg a sör, a pohár sör volt valami 80. Aha. Valami ilyesmi, nem volt drága az sem, hazai áron. Szóval ebből fizettünk ilyen 3300 forintokkal vonóval. Magyarul beszéltek, jó étvágyat kívántak, megköszönték, hogy ott voltunk, egy, kész. Irány most a sáfrány étteremben voltunk, akkor most irány a Gyegyinki tó, szétnézünk ott. Mutatom már gátnak a másik oldalát, mert azt hiszem, hogy ezt a másik videómon, a Gyegyinkis videón még nem mutattam. Mindjárt ott leszünk a tónál. Na. Csillog-villog. Akkor nagyon optimisták voltunk, mert itt arra gondoltunk, hogy mi lenne, ha fürödnénk egyet, de úgy látom, hogy még egyet. Nem tudom, hogy érdemes-e, majd valahol megnézzük azért. Hát klassz nagyon. Na, ide érdemes kijönni nyáron. Nem kell parkolót fizetni, nem kell itt a strandésre fizetni semmit. Origi környezetben vagy. Fasza nagyon. Hát, úgy látom, nem fürdik itt senki se. Na majd mindjárt ott fent megnézzük, hogy milyen a hízhőmérséklete. Figyelj, a lábunkat azért bemegyünk simán. Na, Anka, privát Anka. Kocsma. Hey, a szív megint bele van nyírva az idén is. Látod? Na, mindjárt a kukákhoz leparkolunk. Nem semmi. Nézzük. Bazen mennyi hal van benne, azt a szentségét. Ezek pisztrángok vagy mik lennének? Ilyen narancsárga színű a... Az alsó úszója, a kettő alsó úszó az narancsárga, a felső az meg fekete. Na, az Isten tudja milyen. Úgyhogy... Gyere, Dénes! Na, jönnek a kacsák is. Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi. Tudjátok, amit találtunk. Hát ez nekem kell otthonra. Nem új, de jó van ez. Most ki. Mit? Most így az árnyékban nem tudom a kamera, amit ad vissza. Zokni barnulás. Kicsit be van itt pirosodva kívül. Itt is. Meg itt meg azt nagyon durván. Nem tudom, este mi lesz. Majd valamivel bekenem. Valamivel be kell kenni, mert ez húzós. Akkor itt is van ilyen karóra barnulás, de ez a kesztyűtő van meg, hogy hosszú jó volt rajtam, és akkor ott ki látszott. Dénes még most itt találkozott.
Szilvásvárja diakkal. Ez a kis ismerőség. Kézelőttük magunkat, vagy mégsem. Itt volt a nudista rész. Na tessék! Jó van. Azt én nem is figyeltem fel, hogy ez kajáda is lenne, vagy csak ilyen pivó. Penzión. Na mindegy. De még mára nem végeztünk, úgyhogy lesz még egy, megkoronázzuk a mai napot valamivel, úgyhogy hamarosan jelentkezünk. Megemésztem a kolbászt. Jó van. Na gyerekek, akkor kezdődjék a nagy szlovák nyalás 2. Megyünk. Nyalunk egyet Dénessel. Úgy szerintem, hogy Dénes most jó megnyalatom hazafelé. Mi csak kicsit. Mennyire kicsit? Gyerekadagot. Gyerekadagot. Na, majd mindjárt. Ugye nem gombócra megy, azt már látom. Hát nézd meg, akkor adagot adnak. Ez azt igen. Várj, ez 4 gombóc, nem? Mm. 4 gombóc? Mm. Jaj, 5-öst adtunk, és még abban még... Ez az igazi nagy szlovák nyalás, gyerekek. Torna alján. 120 forint egy gombóc, vagy ide úgy? Nem. Tedd el addig. Bringázás után ez az igazi. Nyalás közben akkor elemezzük a mai napot, milyen volt Dénes. Meredek? De jó. 10-11%-os átlag meredekséget mértünk. 11-12. De annyi az minimum megvolt. Úgyhogy szerintem jó volt. Egy darabig... 16 kilométer? 14? Egy darabig szerintem nekünk nem kell ide feljönni. 900-ol. Feltekerni. De a kékes tetőre sem. Úgyhogy semmiképpen nem ér. Ennyi. Ezt még most elnyaljuk, aztán húzunk haza. Mutasd meg a lábat, hogy leég. Azt már megmutatta a... Fent a gyegyénkítónál. De arcunk is jól mutat. Így szeretjük, gyorsan nyalunk. Szerintem az kiesik. No. Gyerekek, akkor ajánljuk nektek a túrát, illetve ezt a fagylaltozót is, hogyha útbe esik. Találkozunk hamarosan. Sziasztok! Ciao, ciao!